csendes hazám, bár csak határidat látnám. Látom füstjét, de csak alig az ég alján sötétedik. A kárpátaljai festészet, festőművészet tulajdonképpen ott kezdődik, ahol a lélek a tájra eszmél. Írta Abba József, az Északkeleti Kárpátok és a Peremvidék képzőművészetének jó ismerője, Kárpátalja regionális jellegzetességeinek okait és eredőit kutatva. E történelemmel átitatott vidéken él és alkot Réti János festő és grafikus művész, aki ma azzal tisztelt meg bennünket, hogy Budapestre, a nemzet fővárosába hozta el az ezerszínű táj varázslatos hangulatát, a kárpátaljai kultúra és festészeti hagyomány elemeivel átszűrt alkotásait. A egyértelműen jó, vonzó és irigyelt dolog magyarnak lenni Kárpátalján, a többségi ugránok, huszinok ezt mindenképpen így tartják. Akadnak olyanok, akik felnőttként jönnek rá, hogy ők tulajdonképpen magyarok. Ugyan az áldatlan viszonyok a nehézséget váltották ki az itthoniak odafigyelését, a sok-sok közösségi és egyéni támogatásban megnyilvánuló együttérzést és egy igen eltökélt, jó kondíciójú kormányzati akarat által a kárpátaljai magyarságnak nyújtott, korábban soha nem látott mértékű anyagi segítséget. Alkotásoknak egy elég jelentős része határon túli területeken találhatóak, legyenek azok templomok, kastélyok, palaták, szobrok, festmények, festmények, illetve például a magyar gyökerű festőiskolák, művésztelepek és annak jeles képviselői, vagy akár amatőr alkotói. Azonban amellett, hogy egy nép évszázadok alatt létrehozott kincsek egy tragikus történelmi pillanatban idegen kézbe kerültek, az utódállamokban rekedt magyarok is új művész nemzedékeket neveltek. A művész fő célja a kiállításokon, és most Jánosnak is ez a célja a mai kiállításon, hogy lelkük rezdülésének hullámhosszát úgy hangolják alkotásaikban, hogy ez rezonáljon a befogadott lelki állapotával, azaz mai este az önökével. Azt kívánjuk szívesen, hogy az Isten éltessen, testi lelki áldásokkal szerencsétessen. Zendüljön föl János hangos énekekkel, verseimmel kezdem, gyönyörű rendekkel, verseimmel kezdem, gyönyörű rendekkel. Annyi áldásokkal áldja meg az Isten, annyi áldásokkal áldja meg az Isten, annyi áldásokkal áldja meg az Isten, annyi áldásokkal áldja meg az Isten. Meg vagyok lehető. Köszönöm hölgyeim, uraim, barátaim, kollégáim, aki ismer engemet. Nagyon-nagyon emlék a repülőre, rámparázom a kész. És mindenkinek köszönöm.